Csaba László a műsor második felének első vendége. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, hogy a kamat kiadások tekintetében 100 milliárdos megtakarítási lehetőséget lát. Eddig miért nem látta? Mert akkor miért kellett bejelenteni azt, hogy 92 milliárdos kiigazításra van szükség? Meg a reklámadóra. Hát több minden is rossz irányba vitte a dolgokat az év elején. Az első, hogy volt egyfajta általános bizonytalanság a tekintetben, hogy marad-e a könnyű pénzpolitikája az Egyesült Államokban. Sokan voltak azon a állásponton, hogy most már ez nem lesz tovább, jön a kamatemeléseknek az időszaka. Aztán folytatódott azzal, hogy az egész Európai Unió gazdaságával kapcsolatban van egy nagy bizonytalanság, ugye hónapról hónapra lefelé módosítják az előrejelzéseket, és most már jól a negatív tartományban vagyunk, és most is lefelé módosították, az ugye nem jó jel. Magyarországot pedig hát szkepszissel figyelték, kételkedéssel figyelték szerte a befektetők, és hát volt egy olyan félelem, hogy talán Magyarország, ha pénzhez tud hozzájutni, akkor csak igen magas áron és kis mennyiségben, és hogy hát azok a bonyodalmak, amiket Soroszországban megfigyelhetők voltak, minket is elérnek, és emiatt gondolom, hogy ezt helyesen tették, hogy egy nagyobb kamatkiadást terveztek be. Miután ezek a feltételek megváltoztak számunkra kedvezően, és ugye a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési irányzata, ami még bőven Simor András elnöksége alatt indult el, az tovább folytatódott, de nem olyan radikális módon, mint ezt sokan várták. Így kialakult az egészséges egyensúly, hogy egy csökkenő kamatszint mellett is megmaradt a magyar papírok iránti érdeklődés. Most ezt nem lehetett tudni, mert ez egy játék. Tehát ez mint egy sport, hogy lehet, hogy valaki tud gólt rúgni, de konkrétan azon a meccsen rúg-e gólt, az akkor derül ki, amikor vége van a meccsnek, hogy most ment neki, igen, vagy nem ment de neki. Itt ugye arról van szó, hogy a befektetők azt mondják sokan, hogy azért lehet nyugodtan még kamatot csökkenteni, és még mindig jön be a pénz az országban, mert mondjuk a németországi vagy a svájci kamatlábakhoz képest, még ez a 4,5%-os magyar kamatláb is sokkal nagyobb. Hát ott van negatív kamatláb, vagy van. Nulla. Így van. Tehát, hogy akkor még itt adnak 4,5%-t, akkor idehozom, mert azt már sikerült megértetni, vagy elhitetni, hogy Magyarország nem fog csődbe menni, tehát, ahogy szokták mondani, tuti visszafizetjük a pénzt, hát akkor idehozzák, 4,5%-ért is idehozom. Ez pontosan így van, de hát ezen küzdeni kellett, mert mondjuk egy évvel ezelőtt sem nem mondtuk volna ezt ilyen könnyedén, hogy hát a befektető tud számolni, akkor egy magasabb kamatszint mellett, igaz, hogy magasabb infláció mellett is, egyébként kisebb reálkamat mellett is, azért nagyon óvatosak voltak, meg hát ki tudja, mi történik, és nagyon kedvezőtlen volt az általános megítélés. Most azért azt hiszem, hogy javul. Ebből nem az következik, hogy maga a helyzet is javul, de a megítélés javul, és a pénzpiacon, igen, ezt tudjuk, hogy ezt tulajdonképpen a pénzügyi befektetők számára javul, ugyan, a megítélés, a beruházási befektetők számára viszont egyáltalán nem javul. A pénzügyi befektetők azok idehozzák az úgynevezett forró pénzt, mert ugye egyetértettünk abban, hogy a 4,5 is jó, de mondjuk a Mercedesnél már azt mondják, nem biztos, hogy bővítjük a gyárat. Meg új autógyár nem jön így, de a BMW elment Romániába. Pedig az hozná a növekedést, nem, ha új beruházási befektetők jönnek. Azt hiszem, hogy itt két különböző, egymással persze összefüggő pályán haladunk. Az egyik ez a finanszírozási kérdés. Ugye ez az első, tehát felborul-e a szekér, vagy nem? Ezzel kapcsolatban nem voltak fog felborulni, erős most már kételyek voltak az elmúlt két évben. Ez most elmúlt, ez egy fontos dolog. És van a másik része, hogy mi van a reál befektetések. Egyébként azok is nőttek. Első három hónapban 10%-kal nőtt a beruházási ráta. Persze egy nagyon alacsony szintről, de mégis nőtt, ami annak a jele, hogy lehet, hogy a válságnak vége van. Ez még nem a nagy fellendülés, de hogy már nem egy lefelé. Azért azt látni és értékelni kell. Hasonló ez az ipari termelésnek a növekedése, export növekedése, ez mind abban az irányban mutat, hogy nem esik tovább. Na de az még túl korai lenne azt mondani, hogy kijöttünk a recesszióban, mert már ezt is mondogatják, miközben még mindig mínusz 0,3-on vagyunk. Hát akkor nem jöttünk ki. Hát a technikai értelme ugye most fordul meg, és azért, igen, azt látni kell, most
Persze ez lényeges, hogy ez egy alacsony szinten van, de hogy megfordul, azt látni kell, mert ugye a vita tárgya és a megelőző bizonytalanságnak az oka jelentős részben az volt, hogy azt mondták, és ez így megy az idők végezetéig, hiszen a modell nem okosabb a modellezőnél, és a modellező ezt feltételezi, a modell ezt fogja kihozni. Elég sokan készítettek ilyen előrejelzéseket, és azért érdemes a tényszámokat figyelni, mert ezek azt mutatják, hogy ez most ellaposodik, illetve kezd fölfelé menni. Ugye nagyon lényeges, hogy kicsi ütemben, nem utolsó sorban az Európai Uniónak a visszaesése miatt, azért itt azt nem tudom elképzelni, hogy föltámasztjuk a Milton Friedmant, és akkor ő viszi a Nemzetgazdasági Minisztériumot, akkor Magyarországon 5% lesz a gazdasági növekedés. Hát egy visszaeső erővezetben ezt nem lehet csinálni. Valamilyen kis pozitív számot el lehet érni, annak nagyon kell örülni, mert többieknek negatív. Ugye, mi viszonylagos helyzetünk javul, és ez eljutottunk odáig, hogy a Fitch Ratings, amelyik nekünk nem nagyon nagy barátunk, a cseheket, mert a lengyeleket leminősítette, minket meg fölminősítette. De azért a Bóvliból még nem jöttünk ki. Nem jöttünk ki. Az időbe fog telni, hogy ha egyszer az ember oda bekerült onnan ki. Ugyanígy, hogy és azért azt mondom, hogy amíg az ágazati különadókat fönntartja a kormány, addig nem is fogunk kijönni, mert addig nem jön ide befektető. Hát hülye lesz idejönni, mikor idejön, aztán megvágják ezzel a különadóval, ráadásul hát látja, az energiaszolgáltatók fontolgatják, hogy kimennek. Hát azt mondták, eddig volt itt érdemes itt maradni, volt profit, szépen mindent rendben csináltak, most jött a kormány, különadó, hát akkor azt mondják, hát akkor ahol nincs profit, elmegyek oda, ahol majd lesz. Azt hinném, hogy azért ezt úgy összességében kell vizsgálni, tehát biztos, hogy a kormányzat bizonyos helyeken elvesz, de lehet, hogy a másik kezével odaad. Azért azoknál a nagy beruházásoknál, amelyek itt most megvalósultak az elmúlt években, az én ismereteim szerint akár 25%-os adómentességet vagy visszatérítést adtak, azért az egy mondjuk ilyen 3-4%-os ipari átlag profit rátához képest egy elég jelentős juttatás. Uh-huh. Én azt hallottam a banki emberektől, hogy akik itt maradtak, azért nem a mi két szép szemünkért maradtak itt, hanem hogy ő nekik azért két szemjegyűnek lehetett kimutatni a profit rátájukat. Hát kétségtelen, egy csomó mindent nem csinálnak, amit korábban csináltak. Egy kisebb, egy összehúzódóbb tevékenység, de az még mindig nyereséges. Én azt gondolom, hogy a miniszter helyesen tette, hogy ezt a téves várakozást eloszlatta, hogy a különadókat kivezetik. Nem arról van szó, hogy ez szép, elegáns. Na, de ezt ígérték meg. Hát itt a magyar kormány megszekedt egy ígéretét. Ez vitathatatlan. Lehet ezt így mondani, én nagyon emlékszem rá, hogy ha megígérték, hogy kivezetik egy éven belül, és nem vezették ki, akkor megszekték. Ez olyan egyszerű, mint a kétszer. Én emlékszem rá, hogy amikor jöttek 2010 őszén ezek az adók, akkor a Inforádióban megkérdezték, hogy mi lesz ezzel, mert hogy akkor mondták, hogy még talán egy fél éven belül kivezetik, akkor azt álltam mondani, hogy külön adó, mint a drog, hogyha egyszer elkezdik, akkor arról nagyon nehezen fognak leszokni. És különösen nincs gazdasági növekedés, akkor ugye fáj továbbra is, és akkor úgy érezzük, hogy jogos szedni ezt a fájdalomcsillapítót, mert hogy nem tudunk különben fenekünkön maradni. Tehát én azt gondolom, hogy ez helyes, hogy elmondták, ha majd lesz növekedés, akkor lesz az államnak talán elég bevétele ahhoz, hogy ezektől a csúf, de hatékony intézkedésektől eltekintse. Ez nem az idő meg jövőre lesz. Ha nem? Hát én azt gondolom, hogy 2015 az első olyan év, amikor ha minden jól megy, most tegyük föl, hogy az én optimizmusom kiterjed a nemzetgazdaságra, és ennek következtében beteljesedik, és elérjük mondjuk alulról a másfél vagy 2%-os növekedést 2015-ben, akkor már lehet ezen gondolkozni, feltéve, hogy elég szigorú a adóbehajtás, és nem adnak túl sok ilyen engedményeket a nagybefektetőknek. Akkor nem azt akarom mondani, hogy addig ne jöjjön, de akkor majd újra jöjjön, és akkor megbeszéljük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.